Köszöntöm a mai rádió kedves hallgatóit, a mikrofonnál Jakab balázs és mai napon a Gábor párt alapításáról fogunk beszélni, és ebben lesz segítségemre Vargadam Adre, a ügyvéd. Jó napot kívánunk, és Vábrahám Robert, média személyiségszervus. Jó napot kívánunk. Ugye yeah, a második reformkor alapítvány most már pártá alakult. Nektek mi volt az első gondolatotok, amikor megláttátok a hírt? Fú, nekem kéne kezdenem, <laughs> Nem akarsz ott ne kezdeni? Ne ne, nekem igazából az, hogy hogy ez tudva arról volt. Tehát amikor, amikor elkezdett ez, ez, az egész a Gábor részéről, akkor az, az, várható volt, hogy ez pártban fog végződni, és hogy ez az egész inkább csak annak a felkészülési szakasza, és hogy a Gábor keresi a, a kérdéseire a választ. Tehát, hogy és mostanra kellene, vagy érezte úgy, hogy talán megtalálta ezeket a, a, válaszokat, amivel kapcsolatosan én nem tudom, hogy ez így van-e. Minden esetben nagyon sokan fölteszik a kérdést, hogy jó dolog az, hogy van a Gábor pártot alapít, mert hogy annyi ellenzéki párt van, és hogy kell -e még egy, és szerintem, hogyha demokráciát játszunk, akkor teljesen legitim dolog, hogy ő van egy perspektívája, és akkor azt megpróbálja egy párton keresztül kiszélesíteni. Ezzel nincs is gond, sőt, én azokkal nem értek egyet, akik azt mondják, hogy annyi ellenzéki párt van, ha most létrejön egy újabb, akkor az csak meggyengíti az ellenzéket, és hogy az csak az ellenzék esélyeit mondja. Ez azért hülyeség, mert jó példa a kétfarkú kutya pártal, ami történt. Tehát volt egy, egy olyan ellenzéki párt évekkel ezelőtt, aminek volt egy a többitől jól megkülönböztethető karaktere, és elindult ezen a hosszú létreáll lépésről lépés, és minden egyes választáson egy picit több volt, és a, a, a múlt választáson már teljesen valós célkitűzés volt az, hogy bejut a parlamentbe, és az utolsó pillanatban ő is alárendelte magát ennek a, a, dumának, hogy nem jó dolog megosztani, és akkor a, a össze kell fogni. Ez az össze kell fogni, az tulajdonképpen az azt jelenti jelen pillanatban az ellenzék oldalon, hogy, hogy a gyurcsány alá kell magadat rendelni, és hát ugye ez történt a kutyapártnak, az a konzekvens képviselete, és úgy az egész eszenciája ezzel a fejhajtással kiszivárgott. Na most a, a hogy miért kellene, ha neki van egy saját nézőpontja, miért kellene ehhez úgy hozzá, hogy ha már politizálni akarok, akkor erősítem a többi ellen. Nem. Nem kell. Tehát, hogy, hogy ez nem így működik. Hát az nem demokrácia, amikor a többiek megmondják neked az erősebb kutya elvén, hogy már pedig van neked mit kellene csinálni. Viszont <hör> szerintem az időzítés, ez ez az én véleményem, szerintem az időzés is nem volt helyes. Azért nem, mert a Gáborban jól láthatóan több a kérdőjel, mint a pont, és jelen pillanatban mi ettől is nagyobb gond, hogy a világban is több a kérdőjel jelen pillanatban, mint a pont. Ez pedig nem azt jelenti, hogy amikor bizonytalanság van a világban, egy új hidegháború közepén, azért azt figyelembe kell venni, hogy az emberek nem feltétlenül akarnak majd ilyen, ilyen próbaevéseket csinálni, hogy akkor nézzük hogy mit akar a Gábor. Hanem szerintem azt mondják, hogy ismerem nagyjából a két tömböt, mert további is két tömb van az én nézőpontom szerint, és ismerem mind a kettőnek a hibáit, meg ismerem a pozitív tulajdonságait, és azzal együtt, vagy annak ellenére tudom, hogy nagyjából melyik képviselettel értek egyet. Nem biztos, hogy az új próbálkozásoknak egy ilyen viszontagságos helyzet közepében kell, hogy megszülessenek. De joga meg van hozzá, tehát legitimitással rendelkezik hozzá, és hát kíváncsi -e várom, hogy milyen fejlemények lesznek még ezzel kapcsolatban óriási segítséget nyújtott nekem, Robi, hogy ezeket elmondta, mert akkor legalább rá tudok erre akaszkodni. Nekem nagyon nehéz a helyzetem. Én von a Gáborral nagyon mély politikusi, emberbaráti kapcsolatban voltam, és mindenki tudja, hogy engem rendkívüli módon megtört, mint politikust az, hogy ő ilyen módon távozott, és ő nekem ezzel rendkívül sok nehézséget okozott, és nem csak nekem, hanem annak a pártnak is. Egyértelmű, hogy joga van mindenkinek pártot alapítani. Ez a demokrácia. Az indonéz utolsó választásokon 73 darab párt indult, és 43 jutott be a parlamentbe. Tehát a plurális demokrácia az arról szól, hogy persze pártok, mert a közjogi berendezkedés olyan, alakulnak, megmérettetik magukat, megcsinálják azt, amit egy választáshoz, akár politikailag, akár jogilag meg kell tenni, és akkor majd a. Közönség, a, az emberek eldöntik, hogy kiben bíznak. Tehát teljesen indokolt. Egyébként, ahogy ez a második reformkor alapítva létrejött, pontosan tudtam, hogy idővel ebből párt lesz, és vissza fog térni. Nekem inkább az a problémám, és ebben most elég szigorú leszek, számomra a politikai pályán csak az számít, aki építő ember, és nem romboló. És annak idején vonagábor nagyon sokunkkal, komoly emberekkel egy megállapodást kötött arra, hogy komoly ügy mentén, méghozzá a kormányváltás érdekében, nagyon komoly feladatokat látunk el. A kormányzás képességét mutatjuk meg az embereknek, nem tudjuk ugyan, hogy fog elsülni, sikerül-e vagy sem, de ott az volt a nagyon fontos hogy a komolyságunk és a kormányzó képességünk világos legyen azokra, azok számára, akik megtiszteltek a bizalmukkal. És az utolsó másfél évben mi 500 ezer értelmiségi szavazót a 20%-hoz be tudtunk hozni ennek az ügynek. Leszakadtak nagyon sok olyan radikális, aki ezt a fajta középrehúzást nem bírt elviselni, de jött helyette kérem szépen 500 ezer új ember, ami egy másfél éves munka alatt nagyon nagy siker és 20%-ot elérünk, ami egy normális gondolkodó politikus számára egy elképesztően erős ugródeszka. Az ott egy ugródeszka volt még hozzá egy egy évvel későbbi megméretéshez az Európa Parlamenti választásokra. És Vona Gábor ezt a rendkívül jó eredményt elért pártot, hiszen ez egy rétegpárt volt, 20%-kal egy rétegpárt, mindenütt a világon nagyon boldog cserben hagyta, és megfosztotta attól, hogy később 19-ben 30 ot akár el tudtunk volna érni, mert ővel a parlamentben az a csapat, akik addig is nagyon hatékonyan dolgoztunk, hiszen már fél is értettük egymást, egyszer annyira, annyira lendületbe voltunk, annyira jól ment minden, és annyira jó kommunikációs csapatunk volt, mert azok kiváló, kitűnő emberek, akik elképesztően ügyesen hárítottak és voltak proaktívak. Tehát ugye a támadásokat hárították, és mentünk előre a, a, a sajtót lehengerelni, akár ha, ha úgy tetszik. És, és ezt a lehetőséget megfosztotta, és közvetetten engem is megfosztotta attól, hogy tovább tudjak dolgozni ilyen eredményesen ennek a pártnak a szép jövője érdekében, még ugye a nevében is a szebb jövő benne volt. Tehát az, aki Engedte ezt az óriási munkát elvészni, számomra most az nem tud újat mondani az olajfák hegyén, meg sehogy sem, és nem tudok bízni abban, hogy ez valóban egy kormányzó képességet mutató politikai erővé akar válni, mert volt ilyen, megmutathattuk volna, hogy, hogy milyen klasszok, klasszak vagyunk. És aztán még a legnagyobb probléma az, hogy úgy ment el, hogy ott hagyta a pártban azt a rendkívül sok kezeletlen konfliktust, azt az iszonyatos mennyiségű ellenérzést, amivel utána nekem, meg párunknak kellett megküzdeni, akinek új volt ez a terep, mert ilyen mélységben nem ismertük ezt a közösséget. Egyszerűen a mindennapokban azt kellett elhárítani, hogy, hogy melyik háborút győzzük le párton belül. Majd pedig egy óriási hibát követett el, mivel végképp törd-döfölt ebbe, ebbe a nagyszerű közösségbe, ami a Jobbik volt, hogy egy jaka Pétert javasolt elnöknek, akiről pontosan tudta, hogy őt nem valódi elnöknek akarják választani az ő segítségével, hanem egy népszerűség növelő eszközként használni, és majd aztán akár vonagábor, vagy valaki visszatér elnökként. Tehát egy olyan játéknak lett szenvedő alanya ez a nagyon komoly közösség, amit nem lehet elfogadni. És aki egyszer ezt megtette, annak nagyon sok bizonyítást kell ahhoz tennie, hogy elhiggyék az emberek, hogy ez most, amit csinál, ez is komoly, és emellett is ki fog tartani. Ebbe hadd kérdezzek bele, mert hogyha volt egy 20%-os jobbik, amit Vona Gábor ott hagyott, viszont mindketten azt mondtátok, hogy azért ez egy várható fordulat volt, hogy pártot alapított most, hogy akkor miért hagyta ott akkor Vona Gábor, hogyha valószínűleg akkor is úgy gondolta, hogy szeretné folytatni majd egyszer a politikai karriert? Válaszolsz? hogy ne, csak nem akartam tulajdonképpen az út, mert azért mégiscsak a te személyes megtapasztalásaid, azok nem mérhetőek az én objektív véleményemhez. Szerintem az egy nagyon komoly kampány volt, az, vagy egy nagyon nehéz kampány volt, ami, ami, ami után a Gábor lemondott. És azt tegyük hozzá, hogy, hogy azért emberi neki ezt a terhet el kellett tudni szipelni. Nyilván ez belülről teljesen másképp jött le szemszögetekből. Ti vele együtt küzdöttétek azt a kampányt, de szerintem, szerintem meg emberileg ezt valahol meg lehet érteni, hogy ő ott akkor besokalt, és akkor azt mondta, hogy na, ha már tettem egy ilyen ígéretet, akkor ez kellő alkalommal, hogy egyrészt tartsam az ígéretem, másrészt pedig elvonuljak egy picit, és majd eldöntsem, hogy mit akarok. Érdekesség, hogy én vonagából a személyes ismertségemet azutánra datálom, amikor megtörtént ez a Páternek lemondása, És én akkor meg is kérdeztem tőle, mai napig elérhető az interneten az az adás, hogy szeretne még egy nap mondjuk miniszterelnök tehát politikai pályára lépni, és akkor határozottan utasította ezt vissza, hogy nem, hogy ő ebbe beletörődött. És ez is azt bizonyítja, hogy a, a Vonagábor személye az egy vívódó személyiség. És szerintem akkor, amikor ő, ő azt mondta, hogy köszöni szépen lemond a pártelnöki tisztségről, akkor szerintem az, az abban a pillanatban egy őszinte lépés volt. És nem feltételezek, bár amikor először hátrébb lép a politikából, akkor gyanakvú szemmel tekintettem rá, de annyi támadást szenvedett el ezért a dologért, és annyi ellenséget szerzett magának, és, és annyi barátot veszített ami szerintem meg azt igazolja, hogy, hogy valóban az egy őszinte döntés volt akkor a részéről, viszont lehet, hogy még ő maga sem volt azzal tisztában, hogy mindenki más jól látja, hogy amikor elindul ez a, a másik reformkor, akkor hát ez nyilvánvalóan egy politikai törekvés valahol, és lehet, hogy ő tényleg ezt azzal a jó hiszeműséggel indította, hogy ő most alapítványozni akar, de hát ez benne volt a pakliban, és Mondom, tehát, hogy hogy én mind a mellett, hogy nem próbálom bírálni az Andrá által elmondottakat, mert az egy jóval személyesebb megtapasztalás. Én azért valahol a, a politikus mögött az embert is szeretném felfedezni vonában, és bizony az embernek meg vannak ilyen gyengeségei, és van olyan, amikor azt mondja, hogy elegem van mindenből, és nem feltétlenül a, a párt jövőbeli érdekeivel foglalkozott, hanem lehet a saját magával és a családjával ilyen szempontból. Ja, és még egy gondolat, hogy, hogy viszont, politikusok hitelességét nagyon, egyrészt nagyon szükségszerű vizsgálni, másrészt mert nagyon nehéz, mert egy politikai pályában mindig vannak olyan görbe utak, amire később lehet hivatkozni, hogy na ezért, meg azért a mozzanatért, hogy már a jövőben nem tartom hitelesnek. Én viszont hiszek egyébként ebben a damaszkuszi útban, hogy, hogy, hogy bárki elvonulhat, vagy állíthat egy útra, és ennek az útnak a végén egy teljesen más emberként térhet Szóval ilyen téren én nem vonom meg a bizalmat a jövőbeli politikusi től a Gábornak, ugyanakkor meg hát az tényleg, amiket az Andrá elmond, azt meg, azt meg nincs joga senkinek felülbírálni, mert azt senki nem látta, hogy ők a pártal mind mentek keresztül, vagy milyen munkát tettek bele ebbe az egészbe, hozzátéve azt, hogy hát azért is soha nem voltam jobbik szimpatizáns. Mm -hmm. Bár a középletolódás az nyilván üdvözlendő részemről, de a, a pártindulási folyamata az talán érthető okokból az nekem nem, tehát nekem fura, mikor, mikor bárhol azt hallom, hogy a be, bezzeg a régi jobbik. Hát a, a, régi jobbikkal azért nekem, nekem, vannak problémáim. Szerintem még fontos lehet egy, egyet, hogy kérdezzek meg, és az András ez inkább neked szól, hogy a 2018-as szerepe, a lemondásra után milyen lehetett volna hogy ő egy bukott politikus volt, aki azt mondta, hogy legyőzi Orbán Viktort és nem győzte le, vagy viszont egy olyan pártvezető, aki mégiscsak egy 20%-os pártot felépített, mert szerintem fontos, hogyha a jövőt pedzegetjük, hogy ő hogy van meg az emberek De, fejében. definiáljuk ezt. Jó, Vona egyetlen ember nem tartotta a bukott politikusnak a 20%-ra, ugyanis egyetlen közvélemény kutató nem mondta azt, hogy ennél többet fog tudni a párt elérni. Tehát ezt Szabó Gábor találta ki, hogy higgyük el mi magunk magunkról, hogy, el, hogy meg fogjuk nyerni a választást, mert ha elhisszük, akkor van rá esélyünk. Na ezt általában azok szokták mondani, akik a politikai racionálitáshoz egyáltalán nem értenek, sőt azt sem akarják, hogy közük legyen hozzá. Tehát ezt kizárólagosan Szabó Gábor súlykolta. Én azt gondolom, hogy Vona Gábor sem hitte el, mert azért ő is elolvasta az összes közvénykutatást. Vitathatatlan, hogy arra esély lett volna, hogy a kétharmad ne legyen meg, ha nem annál kevesebb legyen, ergo már az is egy nagy, nagy tett, de mindenki a politikai térben és a privát emberek között is az volt az álláspont, hogy ő nem bukott, hanem megerősödött a 20 kal és amit mond Robi, én ezt teljes mértékben elfogadom, hiszen iszonyatos nagy küzdelem volt 18 választásokig, az az elő, előző másfél év, körülbelül az volt tényleg intenzív kampány, Viszont ahhoz, hogy te pihenni tudj, ahhoz nem kell mindenkit és mindent ott hagyni, az összes pozíciót. Tehát egy parlamenti képviselő akkor megy el pihenni, amikor akar, jelesül Szél de az 8 hónapig volt például pihenőben az Egyesült Államokban, miközben képviselő volt, és senki nem vetette a fejét. Nem biztos, mert, hogy pihenő volt. Nem, nem, hát most mindegy, ő pihenőnek. Én meg azt gondolom, hogy, hogy igenis, ilyen iszonyatos fizikai és szellemi teher után, ami egy politikusnak egy-egy egy választás előtt meg, meg, kell, meg, meg kell tennie, részesének kell lenni, ott igenis lehet egy idő, Tehát ezzel én is én sem vitatkozom. A másik pedig, ami nagyon fontos kérdés ebben, az az, hogyha én egy közösséget ilyen ügyesen és jól motiválok, mert az ő személye motiváló erő volt, hogy el tudjunk egy jó eredményt érni. A radikálisok leszakadása ne okozzon olyan óriási veszteséget, mint amire egyébként akár esély is, le, le, esély is lett volna. És ezt letudtuk a 18-as választásra küzdeni. Akkor, amikor valaki miniszterelnök jelölt, egy ország vezetésére jelentkezik. Tudom, hogy ez nagyon szigorú, de ez magammal szemben is ilyen szigorú, és minden politikussal szemben ilyen szigorú, a személyem és a saját egyéni érdekeim. Másodlagossá válnak. Mert az jelentkezzen csak politikai vezetőnek, egy országvezetőinek, vagy akár egy komoly szakterület vezetőinek, aki háttérbe tudja szorítani a saját szemét és annak érdekeit. Az ügy az első, hogy az én hivatásomban és az ügyvédségben is az ügy az első, nem én számítok. Meg amikor vállalunk egy komoly feladatot bárhol, akkor az ügy az első, és nem mi vagyunk a főszereplők, mi a szolgái vagyunk az ügynek. És én azt szeretném, ha Magyarországon egyébként, és ezt üzenem minden politikusnak, ez lenne a szemlélet, és nem az, hogy mennyi pénz jön a bankszámlámra havonta, és hogy mennyi előnyt kapok, és ingyen, ingyen tankolok az autóba, hanem az, hogy egy ügyre az ország vezetésére kandidálok, vagy az ország vezetésében való befolyást szeretném megszerezni, akár egy parlamenti párt bizonyos, bizonyos mennyiségű politikusra befolyásolni tudja a jogalkotás folyamatát. Amikor erre jelentkezem, akkor oda komoly emberek és felelősségteljes emberek kell, kell legyenek, és nem útkeresőknek, meg nem olyannak, aki a széltől is megijed, hanem olyannak, aki kiáll akkor is, amikor nehéz idők jönnek. A kemény emberek nőben is, és férfiban is. És én azt, ezért mondom azt, hogy várom, mi fog következni, de én azt gondolom, hogy sokan nem fogják elfelejteni azt, hogy mi, mit, vett el a jobbiktól az, hogy akkor Vona Gábor teljesen indokolatlanul ott hagyta az ügyet. És hogyha már ott hagyta utána a hátra, vagy a mögöttünk levő öt évben, ilyen elemzőként meg hasonló titulusba tűnt ez adhat neki egy helyzeti előnyt is, hogy mondjuk olyanok hallgatták, akik politikusként sose hallgatták volna, és esetleg erre a választói rétegre szeretne most appellálni? Ki a választói rétege? Én mondjuk arra tudok gondolni, hogy mondjuk azok, akik eddig nem szavaztak senkire, mert mondjuk a, se a kormány, se az ellenzék nem szimpatikus számukra, és lehet, hogy vonagából, mint elemző, mondjuk tudott nekik olyanokat mondani, amit most politikusként talán a előnyére akar fordítani. Hát ez az én problémám egyébként, hogy nincs például meghatározva ennek az új pártnak az irányultsága. Az elképzelései, a kormányzati elképzelései, víziók, új reformkor, és az mi? Mi a ma emberének ez a vízió? van? bocsánatot kérek, a ma embere nagyon pragmatikus. A ma embere a mai életet akarja jól élni. A ma embere azt akarja, hogy ma béke legyen, és kifizethető rezsiköltség. A ma embere azt akarja, hogy amikor bemegy az égőségügyi intézménybe, akkor tisztességesen ellássák, és amikor beküldi a gyereket az iskolába, akkor napról napra, hétről hétre okosabb legyen a gyereke. A ma embere teljesen óckodik, és teljesen elhatárolja magát az ideológiai alapoktól, a vízióktól rosszul van konkrétan. Tehát meg kell mondani, hogy ha én a politika porondjár egy párta lépek, mik a céljaim? Milyen célcsoportom van, mely társadalmi csoportoknak mit tudnék elintézni, hogyha bennem annyira bíznának, hogy esetleg egyszer kormányra kerülök, mert gondolom, az a cél. Mik ezek az utak, a módszerek, a szándékok, ki kell csinálom ezt. Ugye? Hát azért ugye egyedül, egyedül, nem lehet politikát csinálni, ezt mindannyian tudjuk. Bocsánat, hogy hosszú voltam. De hogy is jöhet? Hát minden szabaddal egyetértettem most, mert pontosan én is ezt akartam átadni a kedves hallgatóknak és nézőknek, hogy egy ilyen viszontagságos világban ugyanezt gondolom, hogy pragmatikus vezetésre van szükség, és legalább az, hogy az ember tudja, hogy mit kínálnak neki. És ö, én most csak jövőbelátás, ugye nem rendelkezem, de az elmúlt pár évet figyelembe véve a Gábor esetében, Következtetni tudok. Tehát valószínűleg ez a fajta politika, amit ő most a másik reformkorral próbál kínálni, az szerintem nagyban hasonlítható a a, a féle centrizmusnak nevezett valamihez, ami el sem centrizmus egyébként, de most ne vigyük bele a személyes ellentétünket. Viszont a, a Puzsér esetében ez már meg volt mérve egyszer. Tehát a főpagámostai választásnál ő ugye olyan csúfos bukás szenvedett, ami csak fekete-gyűrű választási teljesítményével összehasonlítható. És nem tudom, hogy, hogy ugyan országosan hányan urban olyanista van, aki, aki egyben ilyen centristának vallja magát, de az biztos, hogy Budapesten erre a fajta politikára olyan túl nagy felvevő közönség az nincsen. Az nincsen. És a másik meg az, hogy, hogy ettől a témát nem tudunk elszakadni, tehát lehet, hogy önmagunkat ismételjük. Európában háború van. Tehát Európában, amikor háború van, akkor nem biztos, hogy a lakosság Petőfit akar játszani, hogy nézzük meg, hogy milyen megint a Pilvaxban. Tehát ez egy tök érdekes fölvetés békeidőben. És akkor van is rá mondjuk első választás, nem két-három választás után van reális esély, mondjuk egy komolyan vehető formáció legyen belőle, ha szerencséjük ha még hamarabb is. De azt gondolom, hogy ilyen időben, amikor előre nézek, és nem fényt látok az alagút végén, hanem csak homályt, Ilyenkor szerintem ennek túl nagy társadalmi támogatottsága ilyen mértékben nem várható el, de ugyanakkor meg nem biztos, hogy kormányra szeretne kerülni a Gábor, lehet, hogy csak tényleg annyit akar, hogy legalább a, törvényalkotás törvényalkotásra legalább javaslati szinten ráhatása legyen. Úgyhogy ezért mondom, hogy a legitimitási nem vonnám el tőled, ugyanakkor meg fel kell arra hívni a figyelmet, hogy, hogy egy új pártnak nehezen terem babérmostanság és pláne, hogy ugye azt is mondja a bejelentő videóban, hogy ő se bal, se jobb politikát nem akar csinálni, akkor ez, ez, egy elftelenséget jelent, vagy pont az, hogy mondjuk az emberek már annyira kiábrándultak ezekből, hogy a baloldal meg a jobb oldali pártok mit képviselnek, hogy pont ez lehet akár a sikere? Én azért ezzel vitatkoznék, mert a legnagyobb probléma az az, hogy azt soha nem fejtjük ki, hogy amikor baloldalit meg jobboldaliról beszélünk, akkor tulajdonképpen mi ideológiákról beszélünk, vagy szemléletről beszélünk, mert az nem ugyanaz. Mi a baloldaliság? A baloldali az egyént helyezi a középpontba, és az egyénből kiindulva, és az ő érdekeiből kiindulva szemléli a társadalmat, a gazdaságot, a kormányzást, mindent. Mi a jobboldaliság? A jobboldaliság a közösséget helyezi a középpontba. Azt mondja, hogy az egyénnek a közösséget kell szolgálnia, tehát az ő társadalom kormányzás a gazdaságpolitikája, mindene, a közösség együttes érdekeit szolgálja, bizonyos fokig elvész benne az egyén, az ember. Ő azt mondja, ha jó a közösségnek, akkor jó az egyénnek. Ugye ez a két tábor közti különbség. Ez nem ideológia, ez szemlélet. Na most, ha azt mondja, hogy ő se az egyént, se a közösséget nem akarja középpontba rakni, akkor micsodát? Ugye? Ez egy nagyon fontos kérdés. A következőt azt még hadd mondjam el. Ez pedig az, hogy most az, amellett, hogy háború van, amellett egy rendkívül törékeny társadalom van a nehézségek miatt, akik nagyon érzékenyek. És ha én elkezdek valamit ígérgetni, sokkal nagyobb elvárás keletkezik a, a, a hiányság miatt, az igények miatt mindenkivel szemben. És hogyha nem tudom teljesíteni, akkor megint geren egy csalódásban. Azt mondják az emberek, hogy hát előjöttél, és mondhatod, hogy te, te most valamit nagyon fogsz csinálni, de hát. hát és mi, na, mi nagy várakozással voltunk ezért, mert hiszen te már letettél a politika poronyján olyan teljesítményt, hogy gondolhattuk, hogy majd, majd ugyanazt kapunk tőled. És nem ugyanazt látjuk. Meg még egy fontos dolog. Nekem mindig azt kérdezik tőlem minden újságíró, hogy a pártommal mit csinálok, a pártom mit fog ígérni, az én pártom miben gondolkodik. És mindig el szoktam mondani, hogy a párt az egy jogi keret. A párt az csak azért kell, mert olyan a közjogi rendszerünk, hogy nem tudsz elindulni a választáson, ha nincs pártod. A párt ezért áll egy keret. Egy jogi keret, egy szükségszerűség, de soha nem a párt csinálja a politikát, hanem a párt személyiségei csinálják a politikát. Ha neked nincs a pártodban elég figyelemreméltó személyiség, akikkel te kiállva el tudod hitetni a társadalommal, hogy ez a csapat, ez olyan, hogy majd ezt kormányzó képes erőt fog létrehozni, akkor teljesen felesleges mutogatni magad. Van egy ilyen személy egyébként? Van a Gábor egy ilyen személy, aki... Hát a... ha lenne körülötte még ember, akkor igen, persze, hát hogy ne? Hát volt már ilyen, tehát ez már megmutatta, hogyha olyan emberek vannak körülötte, és ezért szoktam én is azt válaszolni, hogy ha majd én megtalálom akár civilként, vagy a civil körből, akár a pártoktól azokat az embereket, akivel ki lehet állni, mutatni egy kormányzó képességet, és egy szövetség keretében el tudunk indulni valamely választáson, hogy megméretessünk, majd akkor, mert csak azért, hogy van egy pártom, nem kezdek el bohóckodni, ha nem tudom elég tartalommal és személyiséggel kitölteni. Mert egy komoly politikus nem ő, vezeti félre az embereket. Nem ígér többet, mint tud, és nem játszik mást, mint ami a valóság. Ez, ez, ez aztán még a legfontosabb, azt gondolom. De lehet, hogy nem, nem. nekem van igazam, én ezt gondolom erről. Szerintem vizsgáljuk meg azt, hogy egyrészt mit mondott, aztán pedig vizsgáljuk meg azt, hogy miért mondhatta. Hogy azt vizsgálom, hogy mit mondott, akkor ugye, amikor azt mondja, hogy se bal, se jobb, akkor itt egy univerzalitást próbál kínálni, és hát e, akkor megint csak a, a, az idővel vagyunk bajban, mert hogy jelenleg egy olyan korszakban élünk, amikor soha korábban a történelemben ennyire e, két pólusra válva a világ nem volt. Tehát most nagyjából uh, po, annyira polarizált az egész világ társadalma, hogy én két felet tudom választani jól láthatóan, és nem lehet azt mondani, hogy egyértelműen bal és jobb fele, mert hogy ezek a fogalmak teljesen uh, kagyfasszá váltak. Tehát, hogy induljunk ki abból, hogy, hogy, amit ma liberalizmusnak nevezünk, hát az, az, az a legkevésbé sem liberális. És akkor, és hogy a ma konzervatívei azok tulajdonképpen a múlt fordulón, azok lettek volna talán a liberálisok. A liberális, Tehát, hogy, hogy, ilyen teljes kacfasz van, de ugyanakkor a társadalom meg mégis polarizált. És egyre inkább ez tetten érhető az élet szinte minden területén, és arra sem emlékszem, és ez talán az internetnek köszönhető, hogy olyan téren mindenkinek, minden szegmensébe az életének jelen lett volna a politika, mint ma jelen van. Tehát ma már a, a kisiskolás gyerekektől kezdve szinte mindenki politizál, hát elég, csak arra gondolunk, hogy a, a túltavé ugye most jelentette be nemrég, hogy gyerekeknek készít politikai tartalmú mesés tartalmat, amit egyúttal bejelentett, hogy a, az amerikai dipsztításkás embere Korányi Dávid támogatott meg neki pénzzel. Tehát, hogy ennyire nem, nem, nem csak a jelen van, hanem fontos is. És egy ilyen világban univerzalitást kínálni, a polarizált társadalomnak az nem tudom, hogy az, az mennyire tud együtt együttműködni. Ez az egyik rész, A másik része hogy miért mondhatta. Szerintem azért mondhatja ezt a se nem bal, se nem jobb, mert a, a két nagy tábor, és bocsánat, hogy két táborról beszélek, de, de nekem valóban így van, van a kormány és van az ellenzék, hogy a kiábrándult szavazó becsatornázására ez viszont egy alkalmas beszéd. Tehát aki, akinek megcsömölt bármely oldal a politikusaiból, annak az egy jó kínálat lehet, hogy nem is se nem bal, se nem jobb, hanem ugye ezek ilyen régi demagok szüvegek, hogy nem balra, nem jobbra előre, meg nem balra, nem jobbra felesz, ezt már sokan próbálták sokféleképpen. És ilyen szempontból ez, ez lehet egy ilyen nagyon pragmatikus és előre eltervezett kommunikáció, hogy na, akkor én vagyok az a párt innentől kezdve, aki majd begyűjtöm azokat a szavazókat, aki minden, vagy mindenkiből kiábrándult, és egyben a fiataloknak is nyújtok egy narratívát azoknak a fiataloknak, akik épp, épp az egyetemről most lépnek ki, és ők igenis szeretnének kávézni a pillanatban, és nekem van menő petűfis spórom, tehát akkor lehet utánam jönni. Csak mondom, tehát hogy, hogy, hogy egyszerűen a ha csak négy évvel korábban indult volna be ez, ez a párta alakulása a Gábornak, szerintem sokkal jobb helyzetben találta volna magát. De viszont annyira korai szakaszban van ez az egész, hogy először várjuk meg, hogy mit fogjuk kommunikálni, mert nem tudhatjuk. Tehát nincs konkrétet, hát mert valaki a, a bejelentkező videóját az ügyel kapcsolatosan, és hát azon túlmenőleg, hogy visszatérek, nem sok lényegi mondandót tartalmaz az a beszéd. Tehát innentől kezdve meg akkor olyan, mintha a Kristegömből megmondani, vagy pedig az elmúlt évekből van egy konzekvenciát, hogy na akkor mi lehet az ő fejében. De Szerintem hamarosan, ha legalábbis remélem, hogy azért valami útmutatást kaphat a nagy közönség, a közélet iránt érdeklődő nagy közönség. És Andrea említetted, hogy a politikusok kellenek ahhoz, hogy egy párt működjön. Kikből állhat elő Voda Gábor körül most az a politikusi gárd, hogy a volt jobbikosokat próbálja majd vissza csalogatni. esetleg önt megkeresték -e, meg, nem, meg? Nem, engem nem keresnek meg, én túlságosan szigorú vagyok. És, és, akkor a volt jobbikosokból, vagy tényleg mondjuk politikus szinten is behoznak egy olyan új réteget, akik eddig nem politizáltak mondjuk egyik oldalba, vagy pártban sem. Igen, de hát azért a politikus az nem a málnásban terem. Tehát ahhoz, hogy egy, hogy egy ember odáig eljusson, hogy politikusnak lehessen nevezni, ahhoz valami fajta teljesítményt kell valahol nyújtani, méghozzá olyat, ami számottevő, figyelemre méltó. Nézzük meg ma a, mondjuk a parlamenti politikusi közösséget. Hát a 80 az effektív nem politizál. Tehát olyan, mintha nem is lennének. A maradék 20 ból bohockodik körülbelül a fele, és akkor megmarad a másik 10 akik egyáltalán komolyan vehető politikusnak nevezhetnénk, és akire mondjuk figyelnek az emberek. És aki tud olyan kommunikációt közvetíteni, ami komolyságot, kormányzó képességet, valódi víziót, valódi elképzelést mutat, vagy egyáltalán azt mutatja, hogy el tudjuk-e helyezni magunkat ma térben és időben, hogy a hazánk milyen helyzetben van. Én nagyon örültem, amikor Robi elkezdte mondani, hogy mégiscsak egy háború van, mégiscsak a, a, a hideg háború legrosszabb időszakaira emlékeztető világpolitikai helyzet van. Nem is hiszem egyébként, hogy annyira két töm van, hanem van két tömb, amihez állandóan bizonyos országok, az ilyen útkereső országok csatlakoznak, elmennek, másikhoz átmennek. Tehát azért van egy olyan harmadik halmaz, aki egy totál kiszámíthatatlan bagázs, tele pénzzel és tele fegyverrel és tele befolyással. Tehát sokkal rosszabb helyzetben vagyunk, mint a 70-es években. Rosszabb helyzet, 50 év után rosszabb helyzetben vagyunk, mint a 70-es években. Na most Európa kellős közepén, mert hogy mi ott vagyunk, ugye mi vagyunk Európa kellős közepe. Egy ilyen keresztúton, ahol mi vagyunk, ilyen helyzetekben annyira, annyira éles látású, annyira jó helyzetfelmérésű, annyira erős, bátor, az árnyékától meg nem ijedő emberre, politikusra, országvezetőkre van, nem csak nálunk, de minden országban szükség, különösen nálunk. Tehát annyi, annyi kételj, annyi nézeteltérés, annyi hiányérzet, annyi probléma problémafelvetés van a ma a társadalmunkban, hogy én úgy gondolom, hogy el lehet vonni a figyelmet egy ilyen kezdeményezésről egy ideig, de az élet úgy is be fogja bizonyítani, hogy ma nem ezek a hangsúlyok, és ma nem ezek a prioritások. És nagyon sok komoly ember egyébként, mint akár én is, háttérbe van vonulva. Mert azt gondolom, hogy ma lehet, hogy csak zavar tudok kelteni. Nem, nem tudok most használni. Mivel? Kormánykéz nincs az ember kezében, a parlamenti mandátum nincs az ember kezében, ott se sokat tudnak befolyásolni. Inkább drukker, jó drukkernek kell lenni, hogy jól jöjjünk ki a dologból. És esetleg, mint politikus elmondja az ember a javaslatait, hogy, hogy ezért merre mennék, hogy jobb legyen a helyzet. Ma a legokosabb politikusok a drukerek azért, hogy ez a helyzet érjen véget és nem ezeknek az embereknek akart pont esélyt adni ezzel von a Gábor, hogy akik eddig mondjuk ebbe a drukker állapotba voltak, azt mondani, hogy gyertek, akkor itt a második reformkor most már pártként, és akkor csináljunk valami hasonlót, mint a 2018-as jobbik, de mégis egy picit más másmiet. Hát az látszódni kéne. Tehát ennek a célnak látszódni kéne, én ebből a bejelentésből még ilyet nem láttam, de lehet, hogy csak én voltam most nem elég szemfüles. Az az igazság, hogy megint csak ugyanazzal a az úttal tudom kezdeni, amiben a korábbi megszólalásaimat is a világ megváltozott. Nem az a, a, politika világa is megváltozott. Tehát ma ahhoz, hogy valaki a hangját tudja hallatni, és ráhatása legyen a közélet formálására, ahhoz nem kell politikai pártban részt venni, ilyen mandátumra sincs szüksége. Tehát a, az internet és a közösségi média egy új helyzetet teremtett. Tehát most nem az van, hogy a politikusokból lesznek a véleményformálók, hanem még inkább a véleményformálókat próbálja becsatornázni a politika. És ilyen tényleg meg akkor fel kell tenni a kérdés, ha valóban ez a szándéka, hogy hangot adni azoknak az embereknek, akik szeretnék ezt, miért lenne szükségük arra, hogy a politikába belépjenek. Én például nem vagyok tagja politikai pártnak, nem vagyok politikus, de ha akarok valamiről beszélni, akkor igenis a közösségi médián keresztül, a felületeimet használva van rá lehetőségem, hogy befolyásoljam mondjuk a közbeszédet. Témákat be tudok hozni. Rajtam kívül sok ezer, talán sok tízezer hasonló. Ö, ö, oldalmegtekintésen rendelkező ember van, és ezt ez nem feltétlen kell politikai pártba bevinni. Tehát, hogy, hogy, ebben nem látok rációt, a másik meg az, hogy a gatyánféle párt az, az próbálkozik ezzel. Tehát a gatyánféle pártnak meg ugye ez a, ez az önmeghatározása. Tehát ők konkrétan influencereket keresnek, és influencerekből akarnak politikai erőt összehozni, és hát nem tudom, hogy kell még egy gatyán párt, ha ez az irány, mert hogy abból is van már egy. És nem hiszem, tehát azért én ostobának nem tartom a Gábort, sőt, nálamnál jóval okosabbnak tartom őt, de nem hinném, hogy ráindulna egy új pártal egy olyan formációra, ami már létezik. Tehát ilyen téren én nem hiszem, hogy egy itt erről van szó. Szóval szerintem ő egyszerűen csak az, hogy a, a, volt a jobbik neki, amit ő úgy írt meg, hogy, hogy, annak a végén volt egy nyomás, ami miatt ő azt érezte, hogy ez neki sok volt, ott, ott ő lelépett, ezt aztán nyilván a belülről mindenki meg tudja jobban ítélni, mint én, hogy ennek milyen hozomány volt, és szerintem most van az, hogy tartott egy kis szünetet, a múltját felszámolt, és most újult erővel egy teljesen más politikai formációban gondolkozik, és lehet, hogy a, a uj, ugyanazt a az utat akarja végigjárni, mint a jobbikkal, csak mondom, időközben nem csak a világ változott meg, a politika is megváltozott, a körülmények is megváltozottak, teljesen más pennával érünk ma már, mint a, amikor ő a jobbikban politizált, és nem biztos, hogy ő ezt, ezt jól lekövette. Egyébként visszatérve az elmúlt éves ténykedésére, minden tiszteletem a Gáboré, de ha abból indulunk ki, hogy úgy korábban te említetted, hogy olyan nagyon sok embert meg tudod szólítani, nekiket politikusként nem, én nem látom ezt. Hát a, a Gábor megtekintései kevésnek nem mondhatóak, de viszont olyan túlzottan sok, de tehát itt nem volt egy robbanás, nem volt az, hogy mit tudom én a vona Gábor által felvetett, másik reformkor által felvetett témákat mondjuk az interneten jól láthatóan is mérhetően mondjuk megnézte egy millió ember minden egyes felvetést. Azt látom, hogy megnézte, mit tudom én, 20 ezer kötőjel 50 ezer ember a felvetését, és foglalkozott a témával, amit ő bedobott. Ez nem egy politikai erő. Tehát erre alapozva, és annak egy része nyilván még csak nem is választ, választókorú. Tehát ez nem egy politikai erő. Ha hosszú távon akar valamit csinálni, akkor én kérek elnézést a gyanúsítgatásért, hogy mi itt egy teljesen más irányba visszük, mert ha ő azt mondja, hogy a jövő politikai erejét akarja most felépíteni, és ő nem gondolkozik abban, hogy mondjuk kormányra kerüljön x éven belül, de majd maga után hagyhat valamit, amiből egyszer valamikor valami lehet, hát az rendben lehet, az ebben az időben is legitim, még egyszer mondom, csak rövid távon én nem nem tudom ezt úgy elhelyezni, hogy, hogy annak értelme is legyen. Hogy miért pont most és miért pont így? Vagy korábban kellett volna, vagy kicsit később. Az időzítéssel van a probléma. Van még egy fontos szempont, amiről beszélnünk kell, hogy vonagábor múltjával, ugye, volt ott cigányozás, zsidózás, amiből, amitől bár elhatárolódott, de mégiscsak ezek megtörténtek. Lehet valaki sikeres politikus? Hát erre szokták mondani, hogy az ember változik. Én azt gondolom, hogy ő nagyon sokat változott 14-15-re, is már aztán azután, hát én se lettem volna ott, tehát én se kerülök oda, és se fogadtam volna el a meghívást, hogyha nem látom ezt a jelentős változást. Hát meg még ne legyünk már annyira, annyira szerények, hát azért egy politikai erőnél az is meghatározó, hogy majd milyen utat jár be, és milyen sikeresen az az, hogy van a -e pénz. És, hogyha, és az kiadja. Hát ahhoz, hogy te egy 8-10 fős csapatot föntarts például egy párt működtetéséhez, az alsó hangon havi 5-6 millió forint csak a bérköltség. És akkor még nem béreltél semmit, még nem ültél be az autóba. Tehát ha valaki, én tudom, hogy egy pártot mennyiből lehet működtetni, és ahhoz, hogy egyáltalán mondjuk Például egy LP választásra el tud indulni, ha nincs 100 millió forintod, akkor felesleges elkezdeni aláírás gyűjteni. Mert egyszerűen nem tudod kifizetni a költségeit a kampánynak. Még ha rengeteg ember ingyen is dolgozik neked. Tudod? Tehát azt, hogy majd ő milyen szerepet tölt be a politika poronyján, akkor lesz igazi válaszunk, ha megtudjuk, hogy honnan van rá a pénz. Akkor ez nem vonagábor magán akciója, hanem sejtetek valakit mögötte. Akár Simicskal, a Ja, Nem, akár nem bár. tudom, nem tudom, de az mindig meghatározó. Hát azért nézzük már meg, hogy. A történelemben, sőt a mai viszonyok között is, akár nálunk, akár a világpolitikában, mennyi befolyást tud szerezni a pénzadó az adott politikai közösségen. Csak azt nézzük meg, hogy az Európai Bizottságot például milyen pénzes vállalatok tudják befolyásolni. Aki adja a pénzt, az diktálja az utat is, meg a ritmust is, meg a, meg a célokat is. Az eredeti kérdés az mégiscsak az volt, hogy azzal a múlttal a cigányozós, zsidózós múlttal valakinek van-e komolyan vehető helye a közéletben. Hát nézzük, konkrétan ugyanilyen múlttal a Gábor legalább vezekelt ezért, vagy legalábbis belátta, hogy az nagyon helytelen út volt, de például liberális vélemény vezérnek eladva, én ma hallgatom, hogy a náci tasnádi, az bentül, és nem a Péterre gondolok, hanem az Andrásra, az bentül a Spirit FM-en is liberális véleményformálóként van jelen. Ő például soha nem vezetett a náci múltjáért, sőt, a legjobb tudomásom szerint nem is nagyon változott az ideológiája. Ilyen téren, a, és közéleti szereplő is, tehát ilyen téren a vona semmivel nincs rosszabb helyzetben, mint például ő. És bocsánat, hogy nevet mondok, de hogyha, ha, neve, ha, ha egy szemét kell megítélnem, akkor hagyd tegyek mellé egy másik szemét ilyen formában, ugyanazzal a múlttal jönnek, ugyanabból a pártalapításból, és az egyiket nem kéri számon senki, a másikon meg... Tehát a Gábor azt a fajta múltját letette, és egyébként úgy vezekelt érte, hogy annak volt ára is, mert annyi mocskolódást kapott, és a sajátjaitól kapta ezt, hogy igenis, legyen az embernek változási lehetőség, ami, amíg vér nem tapad a kezéhez, addig, addig léphessen le egy útról, és mondom, én, én aztán abszolút nem szimpatizálok a, a jobbik eredeti mi voltjával. Tehát, azzal a, a ne, tehát értelmes ember azzal nem tud egyetérteni. Amikor a Jobbik elkezd középre tulódni, az már egy teljesen más kérdés, de ugyanakkor meg hozzáteszem, hogy a Jobbik jelenlegi formájával sem tudok szimpatizálni, tehát ez a, ez a gyurcsány -Riher szintén nem lehet. Tehát, hogy a nácikat, a vérbeli kommunistáktól csak a, a ruha színek különbözteti meg, azt azért tudni kell. Tehát a két az egy kör mentén azért egybeér. Szóval ilyen téren igenis attól, attól ő politizálhat. Visszatérve a pénz kérdésére, ez valóban egy nagyon fontos kérdés. Nekem nincs sejtésem, és sejtetni sem akarok én, hogy honnan, meg mint, tehát hogy, hogy az is, tehát az is lehet, az nem vagyok jogász, azt hiszem tíz ember kell egy párt alapításához? Igen, de hát működtetni a Nyilvánvaló, csak hogy tíz ember mondjuk még akár azt is el tudom képzelni, hogy, hogy fizetés nélkül összeállnak, és akkor alapítvány, bármi, tehát hogy ennek, ennek adjuk meg esélyét, nem tudom, viszont az az valóban igaz, hogyha nincs mögötte szemmel is jól látható pénzbeli támogatás elő vagy utóbb, akkor ez a kezdeményezés, ez egy halott kezdeményezés, mert mondom, tehát jogilag el lehet ezt indítani tíz emberrel, akik mondhatják azt, hogy önkéntesként teszik a dolgokat, de hogy hosszú távú politikai eredményeket nagy összeg nélkül nem lehet véghez vinni, az egészen biztos. Bocsáss meg a nácizásra még hadd mondjak, ha már itt lehetek egy stúdióba hogy ha már számon kérnénk valakitől a cigányozás zsidózás, akkor nekem az a problémám, hogy a mi hazánk képviselői hogyan szalonképesek akár ebbe, akár az ATV-be. Tehát ilyen emberek az én média felületeimre biztos, hogy nem, nem léphetnek be, mert ha valakik, ők tényleg mai napig is sportszerűen mű, ő, űzik azokat a, azokat a politikai üzeneteiket, és terhelik vele a társadalmat, amelyek kifejezetten az ordas eszmékre emlékeztetik az embereket és amivel soha nem lehetett azonosulni. Tehát én azért azt is mondom, hogy akkor, 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 mindenkit rakjunk szépen a piedesztára, akinek ez a retorika a sajátja ma a politikai közéletben, és egyébként a parlament egyik alelnöke is közülük jön. Anélkül, hogy nevet kellene mondani. Tehát én azért azt remélem, hogy egyelő elbánás van ebben a kérdésben, és a politika minden szereplőjénél. Bocsánat. Az egészséges mindenképp ez lenne egyébként. És igen, tehát, hogy én pont a tegnapi nap voltam egy felvételen, ahol hasonló témában hasonló személyekkel kellett vitatkoznom, és pont ez volt a, a, az én érvem is, hogy ha egy párt azt mondja magáról, hogy nemzeti identitású párt, és bocsánat, azért a kerül útért, csak hagyjegyezzem meg én is, és én elhiszem a mi hazánnak, hogy ők nemzeti érzelműnek. Egy nemzetnek sem lehet az az érdeke válságos időkben, ilyen, ilyen, tehát ilyen állapotban, hogy a nemzeten belül egymás ellen fordítsa magyarokat. Tök mindegy, hogy milyen származása van. Úgy, hogy én nem tabusítok különböző valós problémákat, lehessen nyíltan beszélni, nem vagyok PC sem, de legyen egy foka a nyílt beszédnek, és legyen egy jól meghatározható mesdje, honnan viszont már uszításnak nevezzük azt. Befejezésű, még annyi kérdésem lenne, hogy milyen jövőt láttok a második reformkor előtt, akár 2024-ben, ugye egy év múlva már választások lesznek, aztán 2026-ban, hogy mire számíthatunk tőlük, vagy még annyira új ez az egész kezdeményezés, hogy gyakorlatilag semmire? Hát én nagy érdeklődéssel várom az üzeneteket, várom az elképzeléseket, és hát várom a személyiségeket, akik nélkül nem lehet politikát csinálni. Hát mindenképp érdekes, érdekes jövőt látunk, mert nyilván az, hogy valaki fölép a, a politika azzal együtt az is vele jár, hogy akkor onnantól kezdve a különböző médiumok cél kerül, és hát mint ilyen minimum megfogalmazás az észlenül, hogy nyilvánvalóan érdekes jövő előtt áll ez a párt. É, és még csak egy gondolat, hogy egy picit, mégis a viccesen érjen véget ez a műsor. Ugye a vonagából rengetegen összekeverik a Jakab Péterrel mai napig, ezt azért igen. tudni kell. Igen. És fültem, ugye voltam egy rádióadásban, ahol számon kérték a vonán, hogy összeállt a gyurcsányjal is. Azt azért tegyük hozzá, hogy a, a, vona az egyetlen politikus, akit azért is számon kérnek, mert nem állt össze a gyurcsányjal, meg azért is, hogy igen. <gül> <gül> hogy, ilyen tényleg. Igen, miér nekem mai napig is azt mondják, hogy mit akarok én, a jobbikba vagyok, és mit akarok én, mert az állam fizet, mert országgyűlési képviselő vagyok. Tehát <laughs> naponta meghallom, még már régen nem aktuális. Margadon Andrának és Ábraham Robertnek köszönjük szépen. Mi köszönjük, Én hogy itt lehetőség. lehetünk. Önöknek pedig a figyelmet, ez volt már a mai elemzésünk vonagábor pártalapításáról a mikrofonnál a látták, hallották viszontlátásra.